Megibzon a házban. I finally found a love with you, girl. Most nem veszek még ki semmit, csak körülnézek. Ja, nyugodtan, ha tudok valamit, akkor... Jó. Most költöztem ide, gondoltam, feltérképezem a környéket. Ja, csinál. Nem tudsz valami jó kajáldát itt a közelben? Kutyahússal, hogy állsz? Jaj, a kínai a sarkon, nem. Kösz, nem. Valami glutamátmentes helyet keresek. Itt van egy, az túl finom, biztos ízfokozós, de van itt egy hotdogos, ott külön adják a ketchupot, mustárt, nátrium glutamátot, meg E621-et is hozzá, ha kérsz. Komolyan? Csak szivatlak. Baszki. Olyan naturfejjel mondtad, benyaltam az egészet. Naturfejjel. Pedig ma reggel pont sminkeltem kicsit. Minden hónapban sminkelek egyszer. De minek? Na jó, nézzük a filmeket. Van egy csomó filmünk, középen van, amit már biztos láttál, fölül van a retro, ott bal oldalon meg a gyerekfilmek. Véres Eszkimó gerinc, ez gyerekfilm? Hát, nagyon rég láttam, azt hiszem, nagy csoportban. Mennyi a tagság? Mindjárt megnézem. Neked ma ingyenes. Szuper. És meddig érvényes? Ha két filmet kiveszel egy évben, akkor életed végéig. Akkor jókor jöttem. A legjobb. Hello, hello. Csak mi ketten járunk ide? Nem, van egy csomó tagunk, csak nagyon ritka, hogy valakit kétszer látunk egy hónapban, vagy egy évben. Amúgy megtaláltad a hotdogost? Ja. Kértem extra dupla nátrium glutamátot. Eszembe jutottál. Persze a csajnak fogalma sem volt, hogy miről beszélek. Ja, te is eszembe jutottál. Kétszer. Hétfőtől szerdáig, meg csütörtöktől vasárnapig. Figyelj már, most is ingyenes a beiratkozás, tudom, múltkor rohannom kellett. Minden nap. És most 10% kedvezményt is kapsz a filmekből. De ha minden nap viszel, akkor 50%. Nem hiszem, hogy annyi időm lenne mozizgatni. 75. Nagyon nagy célzés vagy tényleg, de örülök, ha az hétvégén van egy pici szabadidőm. Mivel foglalkozom? Fogorvos vagyok. Én is most váltok. Gasztronómia. Hétfőn megyek állásinterjúra. Mit szólnál, ha azt mondanám, hogy ugorj be hozzám egy kedvezményes szájhigi kezelésre? Nem vagyok oda érte. 75%. Mennyi bazeg, ez felére randival? Mégse kéne, hogy a számba turkáljon. Maximum a nyelvével. Lehet elkap. Lekap, megkíván közben. Jó, rendben, köszönöm. Asztúriánál feljössz, és ott a rendelő. Victoria! Hello! Foglalj helyet! Köszi! Hogy vagyunk? Hú, minden nagyon csodálatos! Köszi, Liza! Nincs mit, aki. Fájni fog? Nem. Mintha az ínyedet masszíroznám. A doktor úr arany kezi. Nem csak a kezem arany. Tudom. Hanem a szívem is. Ugye nem ezzel a 20 éves csibével csalsz, hercegem? Nem tetted vissza a melltartódat? Mert? Félsz, hogy bejön Marcsi és gyanút volt? Ne a vendég előtt légy szíves. Marcsi a feleséged? Ja nem. Nagyra tehát, Úgy mondod, mintha debánnád. Marcsa a főnök. Ővé a klinika. Meg mindenki, aki benne dolgozik. Én nem. Hát persze. Nagyon jól tudod, hogy már nincs köztünk semmi. Ja, tudom, én sose volt. Hát nem is. Sok! Most előtte miért kell megjátszanod magad? A nejednek nyomd a sikerdumád. És matt. Leszel szíves a vendégre koncentrálni? Baszki, és anyámnak volt igaza, hogy lettem ilyen hülye. Mi a túrót képzeltem, hogy egyedülálló? Nem kezd ki mindenkivel, ami mozog, hogy nem nyomul a zsenge asszisztense, hogy nem kezd ki a főnökkel, akármilyen bányarém. Á.
Norbi, hogyha lesz egy perced, akkor majd ugorj be hozzám. Negyed óra. És ráadásul ez is ezerszer jobban néz ki nálam. Van csak, majd én befejezem. Na jó, most már befejezted, jó? Elegem van, elegem van. Küldd be Timit meg Zsuzsit. Úgyis ott lógnak a recepción. Jöjjenek be, van mit tanulniuk. Jó, beküldöm mind a kettőt. Zsuzsit is, meg Timit is, vagy ha nem elég, akkor leszaladok az Asztóriát is. Jó, elég volt a drámából. Húzzál a picsába, te is, Carlos! Menj a nejedhez vagy a szeretődhöz, a tököm ki van veletek. Ne tessék úgy vergődni, már csak egy perc. Nem értem, de kitartás. Aha, még egy perc. Ja, és kész. Lehet öblíteni. Köszöntöm szépen. Hol lehet fizetni? Úgy, ahogy nem fájt. Kinn a recepciónál. Láttam Marcsit? Ugye milyen, de már róla meséltem, amit szól. Nekem? Vagy nekem? Jaj, paszki, lehet, hogy a másik haveromnak. Tudod, a hot dogot, csaj. Képzeld el, a múlt héten majdnem lebuktunk. Kajak elfelejtem mindig, hogy totál be lehet látni az utcáról. További boldog házasságokat kívánok. Jaj, ne, már ezt a szar szöveget. Figyelj, majd ha elmegy elett, akkor leugrom valami jó filmért. Remélem az ötödiken lett. Szióka! Halló? Hello, Viki? Ja, igen, nyitom. Hello. Szia. Hoztam bort. Ez pezsgő? Ja, ez volt akciós. Jó. Remek lesz. Valami jó filmet nem hoztál? Nyugi, tudod, hogy nem mozizni hívtalak. Ja, fáradj bejjebb, éppen főzök. Parancsolj. Köszi. Uh-huh. És amúgy mi újság? Hát, melót keresek, tudod. Fater kapcsolatrendszere az nem igazán kiterjedt. Uh-huh. Alkatrészes Jimmy-ke, meg Fényező Csabika, aha, meg Sitte Simike. Hát nem egy szabadkőműves páholy. Ja, vágom. Úgyhogy hát addig marad a téka. Hívást vársz? Ja, nem. Messenger. Ja, még jobb. És már kész is. Voilà. Spagetti Norbinéze. Saját recept. Csű, nagyon jól néz ki. Jó étvágyat. Köszönöm. És amúgy veled mi van? Minden rendben. Válok. Nem tartott sokáig, másfél év, de már 10 éve ismerjük egymást. 10 év, hát azért az nem sem. Jó, nem. 2 éve jöttünk össze, 10 éve ismerjük egymást, de csak tavaly előtt. Annyira jó volt az első pár hónap, hogy rögtön össze is házasodtunk. 29 éves volt, nem akart 30 évesen egyedülálló lenni. Á, értem. Most meg 32 évesen elvált lesz. Az sokkal jobb. Na, nekem mond. És neked azóta valami? Most úgy kiélem magam. Jöhet bárki, bármi. Nyitott vagyok mindenre. Értem. Egy kanalat esetleg kaphatnék. Spagetti ez? Aha, én ilyen olaszosan szeretem. Ott van az alsó fiókban. Kösz. De szép kék rózsád van. Ezt egy betegettől kaptad? Nem, elszámoltam. Hogy? Mindegy. Ki maradt? 26-ot vettem 25 helyet. Jaj, ne nézz így! Ki akartam próbálni ezt az internetes társkeresőt, de megszivatott az övje picsa. Ja. Hát, ilyenek ezek az ukrán top modellek? Ja. Mi?
Próbáld ki kanállal. Ja, nem. Tök jó megy villával, nézd. Tadám! Na akkor edzőzünk egyet. Rengeteg filmem van. Jó egy kicsit csendben lenni, nem? Vacsora után. Ja, szeretek csendben lenni. De hangoskodhatunk is. Hát most ettünk. Igen. Kedves tőled, hogy felcsavarod a meleget, de első randin nem szoktam levetkőzni. Erről jut eszembe, képzeld, de volt egy csajom még Dóri előtt. Dória volt feleségem. Ez a csaj Zsófihez állandóan evés közben akart szexelni. Zsíros kézzel, beszarás mi? Amikor megkértem, hogy öltözöm be vasutasnak, akkor meg ilyen voltam a perverz. Vasutasnak? Na, egyetem után volt egy csajom, a Kata. Annak volt egy ikertesója, az kalauz volt. Hú, de jó csaj volt, sose volt meg. Komolyan, ennyire voltam tőle. Aztán akkor Katát megkértem, hogy vegye fel a húgának a munkaruháját. Persze egyből lebuktam. Rájött, hogy a húgát akart. Tudod, azért húga, mert hogy a Kata 3 perccel később született. Érted? Már hogy ő volt az idősem. 3 perccel a húgánál. Őrület. Ez az egész még onnan indult, hogy az első csajom Barbara rávet, hogy vegyük föl az apja méhész húgáját. Gyere nyugodtan, Carlos, nem ruglak fel. Szeretlek én benneteket, csak akkora balfaszok vagytok. Köszi, egy élmény volt, én akkor mennék. Ne hülyéskedj már, ne csináld, előttünk az egész éjszaka. Figyelj, egyfolytában csipogott a telefonod, biztos van egy B-terved. Így áll még egy kicsit. Nem, majd ha akadozik a net, akkor jössz a TK-ba. Bazd meg, te voltál a B-terv. Na takarodj, én narrálom a sztorit. Figyelj, akkor jó ét. Nem tudod, mit hagysz ki. De, az esti filmet, ha nem sietek.